Marék Veronika, Bagollyal nyaraltunk, részlet. Nem is történt volna semmi egyéb ezen a nyáron, ha egy napon be nem köszönt a rossz idő. Esni kezdett az eső. A gyerekek a sátrakba húzódtak, ez pedig nem volt jó. Eleinte még előkerültek a társasjátékok, de délutára megunták mindet. Bagoly csak feküdt az ágyán, és olvasott, mint mindig. Zsiráf hirtelen kikapta a kezéből a könyvet. Mit olvasol, Bagoly? Érdekes? Bagoly csendesen válaszolt. Verne 2 évi vakációját olvasom éppen 3-szor. No, akkor mesélj nekünk róla, vetette oda Zsiráf. Elmesélhetem, de akkor kezdjük az elején. Valamikor a múlt század közepén egy hajó siklott a csendes óceánon. Ezen a hajón egyetlen felnőtt sem volt, csak gyerekek, 15 gyerek. Egy napon viharos szél fújt a tengeren. Erre már a többiek is felfigyeltek, és oda gyűltek Bagoly köré, hogy hallgassák a történetet. Bagoly pedig csak mondta, izgalmasan, érdekesen mesélt. A sátorlakók végigélték a 15 szigetlakó minden gondját és örömét. Másnap az idő tovább romlott, ám a sátorban a hangulat egyre jobb lett. Bagoly a 2 évi vakáció után elmesélte a dzsungelkönyvét és az Emil és a detektíveket. Mire befejezte a 3. regényt, kisütött a nap. Újra lehetett ugrálni, fürdeni, kirándulni. Most már Bagoly is részt vett mindenben. És amikor egyszer az akadályversenyen megszerezte a sátornak a győzelmet, Zsiráf és Pocok oda mentek hozzá. Te Bagoly! Valamit nem értünk. Azért hívtunk téged Bagolynak, mert mindig olvastál. Most pedig már 3 napja nem is volt könyv a kezedben. Bagoly komolyan nézett rájuk a szemüvege mögül. Én nagyon szeretek olvasni, de az igazság az, hogy játszani még inkább. Ha van kivel, megsugom nektek. Én csak bánatomban lettem, Bagoly. Zsiráf és Pocok megértették Bagoly válaszát. Ezentúl, ha új gyerek érkezett közéjük, gondjaikba vették, nehogy ő is Bagollyal változzon bánatában.